akkor itt van a stúdióban Zambó Krisztián és a Boros László. Így van. Jól mondom mind a kettőnek? Hát lehet látni a Krisztián, én a László. Hát, jó, Krisztián. Na, a lényeg az, ugye, hogy nagy hírnek számít, az apukádnak, Jimmynek soha nem hallott dalai kerültek elő. Állítólag, ugye? Állítólag. Így van, így van. Akkor kíváncsi vagyok, te mit szólsz hozzá? Hát én először is meglepődtem, amikor meghallottam. Nyilván először az öröm kerített be, de először azért aggódtam, hogy most már megint miről van szó, de miután meghallottam, hogy Boros Lászlóról van szó, aki igazából elmondhatom azt, hogy neki köszönhetjük valahol, hogy az édesapám lett, vagy létezik, mert ő volt, aki először apu vele dolgozott, és ez nagyon-nagyon régen volt, és valószínű azokból az anyagokból még a Lászlónak vannak, úgyhogy ennek nagyon-nagyon boldog voltam, miután megtudtam, hogy őróla van szó. De mert első reakció az volt, hogy nem lehet igaz, hogy ez hazugság. Hát tudnom kell, ha apának lennének ilyen dolgai. Én ismerem azokat az embereket, akiknek esetleg lehetnek olyan anyagai, ami mondjuk az a családban maximum, vagy a volt kiadójával, vagy ebben az esetben Boros Lászlóról van szó. És hát mi elég régóta nem találkoztunk, mert ugye az élet meg a sors az elhúzott minket. De az nagyon én sorsom. Bocsánat, igazából igen, a te sorsod. Hogy történhetett ez meg, hogy ilyen sokáig vártak ezek a dalok, hogy napvilágra kerüljenek, vagy ezek olyan helyen pihentek, ahol senki nem tudott róluk, elfelejtették őket? Ez úgy egy nagyon egyszerű, életszerű történet. 11 éve ápoltam a feleségemet, aki súlyos Alzheimer-koros, napi 24 igen. órában, és tulajdonképpen remeteként éltünk a vidéki házban. És ez az oka, hogy gyakorlatilag 2000-ben adtam ki a második szerződött lemezt, és azóta szünet volt, és természetesen a fiókban volt, és én tudtam, hogy van. És most egyébként is van egy vákum, mert érzem, hogy rettenetes nagy igény van a Jimmyre, a népdalnokára, mert ez a legfontosabb. Az egyszerű emberek nagyon szokták szeretni. És most ez egy olyan pillanat, amikor azt hiszem, hogy... De ez hogy zajlik? Tehát rábukkansz egy kazettára, egy szalagra, amin jé, ez a Jimmy énekel, van akkor dalom, sose hallottam. És akkor mi a teendő? Felhívod a utódokat, felhívod a örökösöket, és kérdezett tőlük, vagy... Nem, ez úgy történt, hogy amikor én 91-ben szerződtem a Jimmyvel, akkor három lemezanyagra szerződtünk. És eleve már úgy indultunk, hogy három lemezanyag lesz, és akkor abból kiadtam egyet, és akkor ő olyan ajánlatot kapott, ami annyit jelentett, hogy nekem kötelességem volt szóban elengedni. Tehát te vagy a producere? Igen. Kötelességem volt elengedni, mert olyan árat kínáltak neki, amit muszáj volt elfogadni, de abban állapodtunk meg, hogy a három lemez, az természetesen tök becsületesen megcsináltuk közösen a mastereket, és így. De közösen a velük? Vele nem, a papájára. Nem, arra vagyok kíváncsi. Tehát akkor tulajdonképpen az anyag az kész volt. Kész volt. De arra vagyok kíváncsi, hogy... Kicsit át kellett fésülni, és... Nem, én a mostani helyzetről beszélek, hogy ezek ki lesznek adva, úgy gondolom. Jövő héten. És akkor ilyenkor nem kéne örökösöket nem. bevonni. Én úgy tudom, hogy nem. Ez most mondta, hogy van egy jogi kategória, az ember van. Vagy jogi tulajdonos. Maximum a jogdíjak vannak, ugye? Az meg keményen be lett fizetve. Úgyhogy az neki, tehát az nekünk semmi, vagy csak persze van közünk hozzá, tehát nyilván, de a Lászlónak a kezében volt ezek, amit ugye édesapám megegyeztek, ugye, amit most elmondott, hogy akkor kapott egy jobb ajánlatot édesapám, és a László meg így mondta neki, hogy jó, akkor csináljunk még egy pár anyagot, és akkor ugye így volt. Így engedtem el, hogy és akkor így, igen, így van. És akkor ugye ezek megvoltak. Milyenek ezek a dalok? Nagyon csodálatos. De miről szólnak az érdeket? Mi a hangulata? Hát, ugye már eleve, hogyha Jimmy valamit énekel, szerelem az elsősorban, méghozzá most elég komoly, van rajta egy pár külföldi magyarításunk. Ami az mit csak mond, hát mondjuk a felkelő nap háza. Igen. Tehát, House of Rising Sun. Igen. Gyakorlatilag van rajta egy Joe Fogerty nóta, egy McCartney nóta, egy Beatles nóta. Melyikön? Mi van? De mind magyar vannak. Hát a Joe Cocker is meg a Let It Be. Igen. Ez a Let it be. Azt úgy imádom, amikor azt énekeltem. Ez pont azok a dolog, amire én fölnőttem. Tehát kisgyerekből gyerekké váltam, és ezeket a dolgokat énekelt apa otthon a zongorán.
akkor még ezeket a dalokat aputól nagyon nehezen fogadta be a nép, én arra emlékszem, hogy ugye? Nem akarták elfogadni, hogy ilyen jellegű dalokat énekel? Nehezen indult, de aztán amikor beindult, amikor rájöttek az ízére, de én azt tudom mondani, hogy egy évszázadban egyszer születik ilyen hang. Az biztos. Ezért mondtam, amikor megkérdezték, hogy én Mario Lanzához hasonlítottam, mert ugyanolyan szegény családból származott, és ugyanolyan magasra vitt. Én el kell, hogy mondjam, hogy mondtam a Krisztiánnak innen a folyosón, hogy ha mondjuk a kezem alatt maradt volna, akkor biztos még mindig élne. Egy fontos dolog, Krisztián, te vagy a testvéreid, amikor hirtelen rábukkansz apádnak egy mondatára, egy dalára, ő hangjára, akkor mit érzel? Én a beszéd hangjától tudok érzékelni inkább, tehát hogyha az ének hangjától annyira, az egy másik dolog. A beszéd hang is, az apa gyerek közötti kommunikáció? Igen, pont, nem is tudom, pár hónappal ezelőtt egy interjút láttam a tévébe, amikor beszélt, ez a tipikus a gesztikuláció, artikuláció, amiket ő csinált, és akkor így tehát így, nem tudom, majdnem elájultam. Tehát így, igen? Az jó érzés kettett, Mari, tehát nem az, hogy rossz, nem rossz volt, hanem furcsa volt hallani. Az ami az meg tud fogni. Az ének hangja nem, mert hál' Istennek én is énekelek azért, és tőle tanultam, tehát nyilván mindent, amit tudok. Jó, de sokat kell fejlődni, úgy énekeld, mint az apád, te is tudod. És ezt bókrak szántam. 15 évvel ezelőtt beszéltünk a Krisztiánnal utoljára, és akkor azt mondtam, hogy egyet jegyezd meg, soha ne akarj apádra hasonlítani. Tehát azt felejtsd el, te legyél önmagad, és ezt tökéletesen de és volt egy másik fontos mondata volt, az volt, hogyha az, nálam maradna Jimmy, igen, akkor most is élne. Nagyon fontos volt az, hogy milyen kezekben volt édesapám. Ő egy szegény fiúként kezdte az életét, mindent tudok róla, mert hát ő a mentorom. Tehát, és ezért nehéz az embereknek elfogadnia, hogy én hogy állok édesapámhoz. Tehát nem csak apaként. Hogy ő egy szegény családban nőtt föl, és tényleg több gyereket nevelt föl, és egyedül, tehát megviselt ember volt, mind lelkileg, mind szellemileg, minden téren, és hát ebben az országban, ahogy mondtad, nagyon-nagyon kevesen becsülték meg azt, amit ő, tehát a nép hangja, és ezt én is így gondolom, hogy ő az volt, még most is az, tehát hogy voltak környezeti olyan emberek, akik esetleg rossz hatása volt, nem megfelelő kezelték. Nem volt egy naív ember, én nem ismertem naív embernek. Nem volt egy naív ember. Nem naivitásról beszélek, tehát mindenkit lehet befolyásolni, így úgy amúgy. Nem tudom, mit mondjak. A szívére nagyon lehetett hatni. Tehát a szívével voltak problémák, és ő nyomkodta is magának, tehát ő neki túl nagy volt, vagy túl kicsi a szíve, túl nagy volt a befogadó képessége, és sokat láttam könnyezni, és ez, ha örült, ha bánata volt, ő könnyezett. Tehát őt a szívén keresztül. Abban, hogy a menedzsernek az élete legfontosabb része a menedzselt, és így annak van. Apjának, barátjának, mentorának fontosan kell lenni, és mindenről jó tudni kell, és ez így és volt most nálunk. A legszebben fogtok újra megemlékezni róla. Így van. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönöm.